Néhány napja még arról számolhattunk be, hogy műtétek maradnak el, csak a halaszthatatlan beavatkozásokat tudják elvégezni vérhiány miatt. A rendszeres véradók értesítést is kaptak erről. Ezt a fölhívást, ezt az SMS értesítést csak azok kapják, akik már valaha voltak véradáson, hiszen emiatt van meg a telefonszámuk a nyilvántartásban, emiatt tudták őket értesíteni. Így csak az a kör van értesítve, tájékoztatva, fölhívva, akik egyébként is jönnek és figyelik az időpontjainkat, és rendszeresen tudunk rájuk számítani. A hangsúly az azon van, hogy most olyanokat is meg tudjunk szólítani, és el tudjunk érni, akik még nem voltak véradáson. Tehát én bízom abban, hogy ezek a sokszoros véradók tudják tájékoztatni azok a szomszédaikat, ismerőseiket, és el tudnak jönni, bátorítani tudják. Most is volt első véradó. A középiskolás véradás elmaradt a járványhelyzet miatt. Ennek ellenére egyik-másik véradáson megjelentek az éppen 18 évesek is. Én azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy nem magától értetődő az, hogy van megfelelő vérkészlet. Ez csak kizárólag azoknak a kedves véradóknak köszönhető, akik jönnek rendszeresen, figyelik az időpontokat, a helyszíneket, és oda merik nyújtani a karjukat, és végig csinálják, hogy segítsenek embertársaikon. Úgyhogy én bízom benne, hogy egyre többen fognak beletartozni ebbe a nagyszerű csapatba azok is, akik még nem voltak. Most is volt munkahelyi csapat, baráti társaság, család, akik közösen jöttek segíteni. A Budamobiltól 15-en érkeztek. Dunapatajról is jött néhány fő irányított véradásra. A férjem a honvédségnél kezdett el vért adni, és akkor onnan protezsált engem is, és akkor így a gyermeket is, mikor 18 éves lett, akkor rábeszéltük, hogy jöjjön ő is velünk, mert hát ez egy jó dolog, egy jó segíteni másoknak is. A férjem meg én 25-szörös, a gyermek az meg 5-szörös véradó a mai nappal. Akár másfél órát is kellett várniuk az embereknek, hogy sorra kerüljenek, és vártak.